szuper rangadó a magyar bajnokságban. A két legerősebb keretű, legértékesebb játékosokból álló csapat a Videoton és a Ferencváros mérkőzik meg egymással. Dibusz indít. Ödét fejeli le Juhász. Öde marad Lenn. Videoton pedig támad. Lazovics messziről egy nagy lövés. A negyedik percben az első komoly lehetőség. Hajnal. Stopira fejelte ki. Dilaver, a bombagólok nagymestereként káprázatos gólt szerzett a bajnokság során. Csukics, ez nem rossz, Kovácsik. Kovácsik Ádám parád és védése. Varga mellett menne el. Varga megint ott van mellette. Dilaver szépen végigvitte, nagy Dominik. Nagy, laposan középre Gyuricsin. Itt a beadás, és Gyuricsin bizon megelőzi védőjét. Késve csúszott Fiola. Nagy szépen hozta el Négo és Varga között. Géresi kapja a labdát. Három támadó és öt védő. Szép támadás eddig, ott a gólhelyzet. Géresi lőhet fölé. Ez hatalmas zicser volt a végén. Hajnal. Nem volt kinn. Pátkai, jó labdaszerzés. Lazovics. Lazovics, 19 méter lövés. Dibusz. Szép védés. Géresi felé. Nalepa előnyösebb helyzetben. De Géresi a labda. Géresi lő. Dibusz. És aztán Géresi elesik. A játékvezető pedig 11-est ítél. Leandro akadályozta Géresit, hogy tovább menjen. 11-es tehát. És gól. Vezet a Videoton. Markos Csepovics a vezető gól szerzője. 1-0 a hazai csapat javára. Oliveira Lazovicsot keresi. Óriási helyzet volt. 8 méterre a kaputól. Mellé bólintotta. Nalepa. Lovrencsics. Nagyon szép csel. Jó a beadás, Gyuricsin. Kovácsik, és ott van még Hajnal előtt a labda. Kovácsik ismét. Riosungvo bemutatkozott. Ez egyenlítési lehetőség volt. Lovrencsics szöglete. Dilaver, megpattan a labda, hárman is ott vannak. Nalepa forgolódik még, még egyel tovább. Kovácsik védi ezt is. Hatalmas védés volt Kovácsiktól. 31 méterről jár a szabadrugás. Lovrencsics ezt beíveli majd a kapu előterébe. Szokásos Kovácsik féle rituálé. Lovrencsics hosszú oldalt keresi. Senki nem ért a labdához. Dilaver még megmenti. És a lövés. Gól! Kiegyenlít a Ferencváros. 1-1. Teljesen váratlanul a kapu elérugja a labdát Gyuricsin. És eddig nem volt szerencséje. Most viszont a labda besuhan a kapuba. Egy pattanást követően. 1-1-es döntetlen született, érzésem szerint az eredmény azért igazságos, mert tartósan egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni.